Múlt héten kezdtük három részes sorozatunkat Csizmadia Ervin könyvéről, amelynek címe a magyar politikai fejlődés logikája. Akkor főleg a mindakövetésről volt, most inkább a formálásról lesz szó. Kötet bemutató csütörtökön a Méltányosság szalomban. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a Méltányosság Politika Lemzőközpont igazgatója volt a vendégünk. Hány pogányért és hány hazáért? Omlik kivére. Hát a helyzet ugye az az, hogy a magyar történelemben mindig előjött ez a kérdés és nagyon különböző válaszok születtek rá. Én nekem az a véleményem egyébként a magyar politika történetéről, hogy a legnagyobb probléma benne az a széttagoltság. Miközben a nyugati társadalmak a modernizációjuk során képesek voltak valamiképpen egységesülni, mi végül is 2017-ben is ugyanazokkal a problémákkal küzdködünk, mint a magyar politika történetében mindig. Tehát, hogy van két egymással nagyon ellentétben álló irányzat, tök mindegy, hogy milyen ideológiai rendszer van, és ezek egymással általában rendszer ellenzéki viszonyban állnak. Tehát ugye a nyugati rendszerek lényege mi csoda az, hogy kormány ellenzéke van az éppen aktuális kormánynak. A magyar politikában pedig mindig rendszer ellenzék van. Nagyon rövid időszakokat leszámítva, például ilyen időszak volt ugye 1990 és mondjuk 2006 között, az a 16 év, és mostanra meg vissza zökkentünk tulajdonképpen a magyar történelem régi menetébe. Napjainkról nyilván nem akarok én még most beszélni, csak a felvetésére, amit mondott, ez jutott eszembe. Nem arról van szó inkább, hogy ez a ellenzék vagy kormány viszony attól is függ, hogy épp melyik birodalom függvénye és szelete vagyunk. Hát itt a Habsburgoktól, a németeken át, a törökökig és az oroszokig bezárólag, ugye akkor még Szovjetunió, vagy már ma megint Oroszország. Persze, hát nyilván kis országok számára ugye mindig az az egyik legnagyobb kihívás, hogy különböző birodalmakhoz kell kötődniük, vagy különböző külső mintákhoz kell kötődni. Viszont amire én utalok, az pontosan azt jelenti, hogy nem mindenki ugyanazt gondolta erről a kötődésről. Tehát az egyik dolog ez a bizonyos, amit én a könyvemben mint a követésnek írok. Tehát van egy birodalom, mi annak a, a része vagyunk, vagy hat ránk, és akkor nekünk az a dolgunk, hogy átvesszük annak a birodalomnak a szokásait, ideológiáját, normáit. És van egy másik irányzat, amelyik megint csak tök függetlenül attól, hogy milyen birodalomhoz kötődünk, azt mondja, hogy nekünk ez nem elég, hogy átvegyük, hanem nekünk az is a dolgunk, hogy Formáljuk is tulajdonképpen a mintát. Tehát innen jön nálam a könyvben ez a két fogalom, hogy mint a követés és mint a formálás. Magyarán ez az utóbbi, ez a minta formáló ez azt mondja, hogy mi Európának a részei vagyunk, és mi nekünk az a dolgunk, hogy a magyar sajátosságokat Európa szintjén megjelenítsük. Tehát azt akarnám csak hangsúlyozni, hogy egy kicsit szerintem a magyar közéletben ez a determinisztikus viszony, ez, 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 ez benne van. Tehát, hogy éppen ahova kötődünk, nekünk olyannak kell lennünk. A mai helyzetre vetítve ezt megint ez azt jelenti, hogy ma ugye a nyugat része vagyunk, vagy az Európai Unió része, és akkor természetesen nekünk most az Európai Uniót kell követnünk, ugyanabban a logikában, mint ahogy a korábbi rendszerekben is mindig. És akkor például a mai kormány mit mond, hogy persze az Európai Unió részei vagyunk, de mi ma is formálni szeretnénk ezt az Európai Uniót. Tehát a logikája szerintem ez a dolognak, hogyha a Fideszt meg akarjuk érteni, megint, hogy előre szaladjak, akkor itt ezt abból tudjuk levezetni, hogy visszamegyünk a magyar történelemben, és megpróbáljuk azt értelmezni, hogy mindig is voltak ilyen irányzatok, amelyek azt mondták, hogy van valami, amit mi tudunk, amit a külföld nem tud, és mi azt a külföldnek be akarjuk mutatni. Persze mindig tele van a magyar történelem azzal, hogy a külföld pedig nem ért minket. Ha az ember olvas 19. századi szövegeket, akkor nem győz álmélkodni az, hogy ugyanaz, mint ma az Orbán kormány is azt mondja, hogy nem értenek minket, nem tudják, nincs helyismeretük, stb. stb. De mindig mint követés és mint formálás áll le egymással harcban, vagy pedig mint követés kontra mint a követés, mint a formálás kontra mint formálás ellentét is létezik. Hát, ez, 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 jó kérdés, mert természetesen ugye a mint követésnek is többféle lehetősége van. Mondok példát. Hát a mintakövetésnek a követésnek a legegyszerűbb esete az, hogy egy az egyben vegyük át, ami külföldön van. Ez Ugye. a rákosi rendszer például nagyjából... Hát, persze ők nem mint a követőnek nevezték magukat, mert ez a kategória az inkább azért ilyen demokratikusabb helyzetekre érvényes, Tudod, rá, liberális szóviát, helyzetekre. Igen, de ezt a kifejezést kerti. abszolút nem használták. Tehát az egyik lehetőség ez, hogy egy az egyben, a másik lehetőség pedig az, hogy azt mondjuk, hogy igen, a fontos dolgokat átvesszük, de megint csak hozzá a magunk sajátosságait. Tehát ilyen értelemben mint a mintakövetés is egy differenciál. Dolog, és a mintaformálás is. Én szerintem egyébként az egésznek a lényege valahol ott van, hogy egy ország igazából, amelyik nem olyan, mint a Nyugat, most csak a Nyugatot véve külső környezetnek, az reprodukálni tud-e valamit, amit az a külső közeg is hosszú évszázadok alatt fejlesztett ki magából. Szerintem ez mindennek az alfája és az omegája, hogy ugye nálunk mindig felgyorsul az idő, mindig gyorsan kellene valamit átvenni, amit Nyugat-Európában évszázadok alatt vettek át, nincs idő hosszasan hezitálni, és sajnos mindig felszínes, mint a követés történik. Tehát ilyen értelemben gyakorlatilag ez egy állandó helyzet. Jó, de mégsem folyamatos ahhoz, hogy akkor most Magyarországon, a korai Angliában a bekerítést most kezdjük el megcsinálni, mert mi most tartunk ott úgy nagyjából gondolkodásban, meg gazdaságilag. Hát ugye a bekerítésnek a, van egy mai magyar formája, ez a határzár. Tehát ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy ha nem is abszol a célnal, mint a középkori Angliában, de valami ilyesmiről van szó. Egyébként ez egy állam. más ne... pedig egy jó, a... jó, hogy nem Napóleum. Egyébként, e, ugye, hogyha a régi szövegeket Olvas az ember, akkor például van egy Prohászka Lajos nevű szerző, aki a 20. század közepén, elején élt, és van neki egy nagyon érdekes fogalma a régi magyar történelemre, amikor azt mondja, hogy a magyar egy ilyen örök szeparatista nép. Ami azt jelenti, tehát, hogy egy állandó elzárkózásban él. Na most az én kérdésem az, hogy természetesen nem lehet azt mondani egy társadalom egészére, hogy elzárkózik, de az viszont kétségtelen, hogy van egy nagyon erős ilyen hagyomány, ami például ma is élteti azt a rendszert, amelyik ma vezeti Magyarországot. Tehát, hogy mi azért távol vagyunk az európai folyamatoktól, ezek a folyamatok minket nem érintenek. Sőt, ez a próházka még azt is mondja, hogy tulajdonképpen a magyarnak az az egyik sajátossága, hogy a kerüli a problémákat. Nem akar a problémákkal szembenézni, elfordul tőlük. Ugye a nyugat lényege megint csak mi lenne? A konfliktusok állandó fölvetése, a konfliktusok kiélezése és megoldása. A magyar történelem pedig a konfliktusoktól való ellépéseknek a hosszú-hosszú láncolata. És semmi köt szörnyet szurkálni helyette? még csak ezt sem mondom, mert megint csak próházka írja, hogy kettőség van. Tehát egyfelől mi egy nyugodt, örök szeparatizmusba szeretünk élni, de ugyanakkor meg állandóan figyeljük is, hogy mi van a nyugaton. És szeretnénk azt követni. Jó, tehát, mint a követést, ha már ott tartunk, nem határozza meg az a régió mondás, hogy azért a vallás, aki a terület? meghatározhatja akár ez is, de én szerintem még van ennél is egy fontosabb dolog Magyarország viszonylatában, ez pedig lenne ugye az, hogy akik a mintaformálásban hittek, azok azt mondták, hogy mi tudunk valamit, amit a nyugat nem. Tehát szerintem itt van a kutya elásva, és ez a valami, én úgy mondanám, hogy a nemzeti egység című gondolat. Megint csak ugye mai fogalmat mondanék, a NER. Ugye? Miért is jött elő ez a NER, ez a nemzeti együttműködés rendszere? A régi magyar politikában volt ez jelen, hogy a király és a nemzet az tulajdonképpen egy testnek a két Eleme. Ugye, de azért a szabályozza volt, hogy amennyiben a király olyan lépéseket tesz, akkor a nemzetnek jogában áll bizonyos más lépéseket megtenni? Igen, el. de nagyon fontos, hogy a királysággal, mint intézménnyel sosem került szembe a magyar nemzet. Az aktuális királlyal esetleg szembe kerülhetett és kritikát fogalmazhatott meg, de a monarchia mint intézmény. Hát azért miért is van az, hogy például Magyarországon a köztársaság, mint államforma az tulajdonképpen vagy nem került egyáltalán elő, vagy csak nagyon szorványosan a magyar történelemben? Hát Kossuthék már azért felvetették. Egy nagyon kielezett helyzetbe, lássuk be, de azért például, hogyha megnézzük, hogy az 1867-es kiegyezés előtt miket ír Deák Ferenc, arról, hogy mi nekünk sok konfliktusunk volt a Habsburgokkal, de a királyság intézménye, mint olyan szent és sérthetetlen és örök. Tehát én azt mondom, hogy a magyar történelemben tulajdonképpen ez is egy nagyon érdekes kérdés ennek a monarchikus hagyománynak a, a lelki továbbélése a mai időkig. Tehát, hogy egyáltalán tud-e a magyar társadalomnak egy jelentős része köztársaságban élni? Könyvében arról ír, hogy kifejezetten érdekelte az, hogy miért nem sikerült adaptálni a nyugati kétpártrendszet a reformkorban sem, illetve a későbbiekben, akár a dualizmusban is. Miért mozdult el a magyar pártrendszer mindig az úgynevezett domináns párti szisztéma felé? Magyarországon sosem volt igény a demokráciára, viszont mindig igény volt egy erős központi hatalomra? Éppen a kettő nem zárja ki egymást. Ugye mondjunk csak egy példát arra, hogy ugye többek között mi is volt a magyar történelemben az egyik nagy gond, hogy nem volt erős központi hatalom. Nagyon sokáig, ugye? Tehát a demokrácia az nem azt jelenti, hogy, hogy anarchia vagy, 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 széttagolódás, hanem amire utalni próbáltam, hogy valamiféle belső egység, és a, mondjuk a nyugati fejlődésben például az abszolutizmus. Hát az abszolutizmusnak mi volt a szerepe? Most nem akarok én ilyen ismeretterjesztő előadást tartani, persze, de azért az nagyon lényeges, hogy az abszolút királyok csinálták meg a modern nyugati államot, a bürokráciát azt, amit ugye a keleti országok, vagy a kelet közép nem tudtak soha lemásolni. Felvilágosult felvilágos abszolútizmus. E, még csak ezt sem mondom, Há, igen, kelet-európában az akart lenni, de aztán a, az nem tudta ugyanazt megcsinálni, mint a nyugat, amit megcsináltak. Tehát ilyen értelemben szerintem nem a demokrácia igényének a hiányával van itt a probléma, hanem azzal, hogy, hogy valamiképpen ez, ez mindig beletorkollik abba, hogy akkor jön egy ilyen közjogi helyzet, hogy csak egy hatalom lehet, csak egy kormánypárt lehet. Mert ha az ellenzék kerül kormányra, akkor az ellenzék az mondjuk kivezeti Magyarországot például a monarchia vagy a dualizmus rendszeréből. Az a sok száz éves tapasztalat gyakorlatilag már az Árpádház végétől, hogyha nincsen erős központi hatalom, akkor minden veszélyben van élete, vagyona, stb. És minden második, harmadik generáció ezt újra megtapasztalta talán az élete nincs, és nem is mennék vissza feltétlen Árpádházi házi korszakokig, hanem a modern Magyarországon én azt látom, és hogyha már idézte, tehát ugye a pártrendszer mikor jött létre? A pártrendszer tényleg az 1840-es években jön létre, és az első pillanatoktól kezdve ugyanazokkal a konfliktusokkal terhes a pártrendszer, mint amit ma is megélünk, a nagyon leegyszerűsítve az idegenszerűség versus nemzeti Felfogás közötti különbség. Ugye a 46-ban a konzervatív párt tűnik idegen Ugye Deák ezt a kifejezést is használja, hogy idegenszerű a kormány, mert hogy Habsburg érdekeket képvisel, és vele szemben a nemzeti érdeket, akkor ugye a liberális párt, a szabadelvű párt. Képvisel. Na jó, de hát ezek a szempontok eléggé elmozdíthatóak voltak. legfélebb utólag mindig megpróbáljuk azt az egységet a történelem szemléletünkkel létrehozni. Magyarország védi a kereszténységet, ez a védőbástya a török és az oszmán uralom ellen, tököli Imre, Bécs alatt a törökökkel együtt ostromolja a várost. És akkor ezt annyira nem feszegetjük. Rákócink oda megy ki a törökökhöz, mert ugye ott fogadják be egyedül. És, ez, és Kossuth Lajos is, és a 48 asok egy része is ott találja meg végül. Tehát, hogy ebben mindig volt elmozdulás, és Fráter a kezdve még sok mindenkit említettek. Jó, de ezt én azzal tudom magyarázni, amire próbáltam már utalni, amikor a Prohaska arról ír, hogy megvan ez a kettősség. Tehát egyfelől mi örök szeparatisták vagyunk, megint ezt a kifejezést használom, az ő fogalma, másrészt pedig állandóan nyugatosak is akarunk lenni. És amikor úgy érzi a magyar elit mert mindig az elitek döntenek ilyen kérdésekben, hogy a nyugati közeledés az, az kezd terhessé válni, akkor jönnek azok, amire ön utalt az imént, tehát hogy akkor elkezdenek kelet felé fordulni. Tehát amint kezdünk nyugatossá válni, vagy a nyugatos gondot jobban megjelenik, akkor rögtön a lovakat kelet felé fordítjuk. Nem, fordít, nem, nem persze, ez nem ilyen mechanikus, de hogy is nem ilyen mechanikus, hanem inkább azt mondom, hogy a magyar lelki alkat, ha szabad ilyen fura fogalmat használni egy politológusnak, az valahogy olyan, hogy ha úgy érzi, hogy nem becsülik eléggé nyugaton tehát hogy nem ismerik el mondjuk a nyugat érdekében tett erőfeszítéseit, mondjuk az oszmánokkal szembeni erőfeszítéseket, hanem hogy nem értik meg, hogy a magyar mit akar, akkor jön be ez a dolog. Tehát, tehát nem mechanikus. A döntő tényező a nyugatos orientáció, és amikor úgy érzik, hogy sértve vagyunk kvázi a nyugat által, akkor jön ez a keletes elmozdulás. És akkor jön a szöveg a nyugati imperializmusról, amely egyébként létezett, meg létezik, meg a hanyatló nyugatról. Hát igen, és akkor van ennek a dolognak egy ilyen dialektikája. Tehát a, nyilván a keletből is megtörténik a kiábrándulás egy idő után, és akkor vissza a leng az inga, de biztos vagyok benne, hogy benne van ez a dolog, és most ön az imperializmusra utaltam, hogy a kommunizmusnak volt a fogalma, de ugye én a könyvemben például idézem Apponyi Albertet, és a beszélgetésünk első részében is szóba hoztam már, aki például 1915-ben Írt egy tanulmányt arról, hogy a magyar az egy nyugatos nemzet, és mégis bizonyos szakaszában a magyar történelemnek simán elfordult Nyugat-Európától. Most én ebből a sok-sok régi szövegből, meg, meg a olvasmányaimból, tapasztalataimból kiindulva azt gondolnám, lehet, hogy, hogy egy ilyen köztes kategóriát kellene használnunk a magyar hogy mi a fejlődésre. Tehát, hogy nem száz nyugatos mégsem, de természetesen nem is keletes, hanem állandóan ez a, ez a vacilálás, ez az ingadozás a kettő között, és az ország lakossága is bizonyos értelemben időnként vagy az egyik oldalra áll, vagy a másikra, és simán fel tud sorakozni. Például a 40 éves kommunizmus időszakában egy olyan irányzat mellett, aminek semmi köze nem volt a nyugathoz. Ez a mennémet Lászlói szigetszerűség? Hát akár német Lászlót is mondhatnánk. Egyébként... Vagy Kompország, mint ahogy Adi mondta, hát a költőpolitológus. És jó, hogy ezeket a neveket fölvetik, mert tényleg sokszor a kommunizmus vagy a szocializmus így kiragadjuk a magyar történelemből, és úgy meglepődünk, hogy most akkor az hogy jöhetett meg, mit tudom én. És én hajlamos vagyok a 1948-tól 90-ig tartó időszakot a magyar fejlődés egy logikus elemeként tekinteni. Tehát bizonyos értelemben az előzmények ismeretében az számomra nem volt meglepő, hogy egy ilyen fordulat történt, persze ennek megint csak egy birodalmi változás volt az előzménye. Tehát ez nagyon lényeges, hogy mindig van valami birodalmi háttér, és ez a birodalmi háttér ez nagyon erősen kihat, ugye arra, hogy mi történik. Az ország saját útkeresése, vagy magyarság saját útkeresése lecsapódhat valamilyen formában a pártoknak is, ahogyan az MSP egy baloldali párt helyett inkább egy liberálisnak mondott párt lett, ahogyan a Fideszből egy liberális párt volt nemzeti lett, ahogyan a jobbik néppártosodása most éppen megtörténik. Hát nézze, összességében azért azt kell mondjam, hogy a pártok azok nem ilyen állandó szervezetek, amelyek egyszer megalakulnak való és ugyanúgy maradnak. Tehát ilyen értelemben majdnem azt mondom, hogy ezek természetes dolgok, még akkor is, hogyha mondjuk egy baloldali pártól meglepő, hogy liberális elveket kezd valami, hozzáteszem, hogy Valóban liberális elveket vallott az MSZP az elmúlt időszakban? Ez egy kérdés számomra. Ha például a Fidesz programjait megnézzük, erről is beszéltünk már korábban, az 1988-as Fidesz programokban nagyon sok olyan elem van, ami a későbbiekben is benne volt. Tehát nem nagyon hiszem azt, hogy a Fidesz liberalizmusa, az ugyanolyan liberalizmus volt, mint az SDS liberalizmus a rendszerváltás idején. A magyar politikában két liberális párt volt, az egyik mondjuk egy jobb oldali liberális, a másik egy baloldali liberális, hozzáteszem Hollandiában is két liberális párt van. A hollandok valamiért képesek voltak megtartani ezt a két liberális pártot. A magyar Politika pedig egyet sem volt képes megtartani. Nagyon érdekes dolog, hogy miért, és nem tudok más magyarázatot adni, mint az, az emlegetett politika történeti örökségünk miatt. A könyvében már most is többször emlegetett Prohászka Lajos. Idézi azt is, hogy ugye a magyarságnak állandó vágya a függetlenség, mert mindig attól tartunk, hogy valaki ránk tör, valaki gyarmatosít minket. Utána pedig ezt a függetlenségi harcot valami hihetetlen bőszültséggel vívjuk meg. Érdekes tankönyv ez 36-ból 2017-re is egyébként, de mennyire lehet. Erre a lelki alkatra, a mindenkori politikának rájátszani, hiszen két dolog: beteljesíteni a vágyat, a másik pedig rájátszani és kihasználni a magyar lelket. Hát én, én abból indulnék ki, hogy Proházka azt is írja, hogy nagyon más Magyarországon a harc, mint fogalom, mint Nyugat-Európában. Mert Nyugat-Európában a harc mindig eszmék megvalósításáért folyik. Ugye már eleve ez is egy nagyon, egy kutató számára nagyon érdekes gondolat, hogy eszméket, azt mondja, hogy a magyar történetben nem eszmék megvalósításáért folyik a harc, hanem a függetlenség megvédésért. Tehát tulajdonképpen a harc az egy reakció valamire, ami kívülről jön. Na most itt jön be az, amit fölvet, hogy ha kívülről jön valami, azt én bárhogyan tudom értelmezni, és akkor, ha tetszik, tudom manipulálni a közvéleményt, tudok rájátszani arra a dologra, tudok hozzá viszonyulni, ugye? Tehát ez egy gyakorlati kérdéssé válik ezek után, és akkor azt tudom mondani, hogy azért kell nekünk függetlenségi harcot vívni, mert az életünk nyugalmából bennünket ki akarnak zökkenteni. Tehát egy nagyon priméren gyakorlati kérdésről van szó, semmi köze ahhoz, hogy, hogy most milyen elveket vagy milyen eszméket akarunk megvosni. Ilyen értelemben ez egy végtelenül elasztikus és rugalmas fogalom. Csak akkor a magyar népélek Pavlovi reflexebe is kapcsol, hogyha azt mondják külföldi veszély? Hát a külföldi veszély egy esetben tud bekapcsolni, ha erről van egy nagyon hosszú történelmi tapasztalat. Ha ilyen nem lenne, akkor semmilyen módon ezt nem lehetne előhívni. Tehát amiről eddig beszéltünk az egész műsorban, hát erről szól a történet, hogy, hogy van ilyen tapasztalat, és nagyon erős ez a tapasztalat, hozzáteszem, ebben vannak reális elemek is, tehát nem azt kell gondolni, hogy itt most az egész egy teljes manipuláció, hanem ez sokszor történt így, a magyar embereket, a magyar társadalmat nagyon meg lehet fogni azzal, hogy a te személyes élet tehát integritása van veszélyben. Bármifajta külső behatolók, gyarmatosítók, egyebek, bevándorlók, stb. stb. által. Említette, hogy a mintaformálás egy visszatérő magyar politikai igény. De mennyire jelenik az meg, hogy csak magunknak adjunk mintát, amit mi formálunk, vagy pedig azt, hogy ezt a mintát, amit mi formálunk, mások is átvegyék? Hát a helyzet az, hogy mindig a mintaformálás az összekapcsolódott vagy társult egy ilyen közeli európai, a környező országokkal kapcsolatos dologra. Tehát a mai v előzményei tele vannak a, a magyar történelemmel, vagy ezek az előzmények megjelennek a magyar történelemben, és tulajdonképpen az, hogy mi birodalom, mi keretekben léteztünk, az, az, előhívódik úgy, hogy akkor mi egy ilyen kisebb birodalmat hozzunk létre, ami több, mint nemzetállam, de nem nagy birodalom, tehát tulajdonképpen kis államoknak a laza, vagy kevésbé laza szövetsége, három, négy kelet-közép-európai állam, ami nagyon fontos, viszont, hogy ez mindig magyar dominanciával történjék. Tehát ez megint csak egy nagyon régi hagyomány, hogy nekünk van egy ilyen államszervezési küldetésünk kelet a könyvet a Méltányosság Szalomban jövő csütörtökön mutatják be, és nagyon-nagyon sok mindennel készülnek erre az estére. Többek között valóban a könyvemutató is jelen lesz, ahol egy kollégámmal fogjuk, fogunk a könyvről beszélgetni. Ezen kívül pedig mi ezt a szalont úgy képzeltük el, hogy mindig legyen benne valami más is, mint politológia. Tehát lesz egy színész vendégünk, nem tudom, mondhatok-e nevet. Ugye Verebes István lesz a színész vendég, és lesz egy zenész, ő pedig hobó, aki a Bob Dylan műsorából fog részleteket nekünk bemutatni. Tehát ez kifejezetten egy tudatos koncepció, hogy megpróbálunk sokfajta igényt kielégíteni, és hát ezen. Lehetőségen keresztül is invitálom a hallgatókat.